a Mosó-Magyaróvárért Választási Szövetség vendégeként érkezett városunkba Smukkandor. A szociáldemokraták elnöke elmondta, örömteli események miatt jött, hiszen választások lesznek, és minden választás a demokrácia ünnepe. Mert hogy ugye, ahogy mondani szokás, e, e, itt aztán tényleg minden egyes X-nek súlya van, hiszen öt évre határozza meg a, a település, az adott település rész, és legutolsó sorban, vagy talán legelső sorban saját magának is az életét. A polgármester jelöltként induló Kovács Tamás elmondta, kiemeltként kezelik programjukban a nyugdíjasokat, az ő részükre egy alapot hoznának létre. Az MSZP elnöke a szociális köztemetésről is beszélt. ez óriási közfelháborodást váltott ki, hogy január 1-től életbe fog lépni az úgynevezett köztemetés, szociális köztemetés. Ez alatt azt értem, hogy Sógor, rokon, koma, szerető, nagymama, nagypapa közösen fognak fabrikálni egy temetést. Én azt gondolom, Moson Magyaróvára 9 milliárdos költségvetésével nem szabad ezt megengedni. Tehát magyarul egy olyan szociális temetési alapot is létre kívánunk hozni, ahol az önhibájukon kívül elszegényretteket megfelelő módon, megfelelően tudjuk elbúcsúztatni, hiszen ezt a város mindenképpen kell, hogy kezelni tudja. A Mosoni Közbiztonság mellett a Mosoni Sportélet átalakítását említette fő programpontjának a szociáldemokraták helyi elnöke ne az, a, a MITE pálya körül, vagy az, az MTE, régi MTE pálya körül legyenek a rendezvények megtartva, hanem Moson területén is. Ugye én ott indulok a 9-es körzetbe, választókörzetbe, és szeretném azt, hogy ott igazából több sportesemény lenne. Attól fogva is, hogy abszolút nem visznek a focin kívül semmiféle sporteseményt, és úgy tudom, hogy a városban azért sok minden működik. Így van érdeklődés rá a mosoni területen is. Smokkandor szerint a választók becsapása az, ha valamelyik jelölt visszalép. A saját maga politikai túlélése vagy pozíciója miatt képes és kész arra, hogy becsapja azokat a választókat, akiket előtte folyamatosan támogatást kért, illetve ezzel vegzálta őket. Tehát mi szociáldemokraták nem, és hogyha jól tudom, itt a helyi MSZP-ben sem fordult ez elő, hogy bárkinek is a gondolatába, hogy visszalépjen. Az egy héttel ezelőtti sajtótájékoztatón így fogalmazott Kovács Tamás. Ez jogilag ez úgy fog történni, mivel megtörténtek a leadások, tehát megvannak a listák, természetesen vissza kell léptetni, vagy vissza fogjuk léptetni azokat az embereinket, amennyiben szükség van rá, és együtt tudunk működni. Ez nagyon fontos lenne, hiszen a város az baloldali, lehetőség van jó szerepelni, és azt gondolom, ezt mind a három pártnak mérleg. Kell a későbbiek során. Akkor újságírói kérdésre a szocialisták elnöke azt mondta, bízik benne, hogy a sajtótájékoztató hatására megindul a gondolkodás, minden együttműködésre a továbbiakban is hajlandóak a program egyeztetése után. Az akkor említett pártok viszont elzárkóztak az összefogástól.